Több mint 96 ezer hektáron termeltek az idén kukoricát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A nyári hőhullámok itt is megtették hatásukat, azonban nem okoztak akkora terméscsökkenést, mint Magyarország más területein. A nyári meleg és az aszály következtében ugyanis jelentős eltéréseket mutatnak a termés átlagok a különböző térségekben. Ennek következtében országosan elmarad a tavalyi 8,6 tonnás rekordhozam, és körülbelül 20-30%-kal kevesebb kukoricát takarítottak be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csökkent a termésmennyiség, azonban nem drasztikusan. Elmondható, hogy az időjárás az idei nyáron kedvezett ennek a kultúrnövénynek. Az aratás időszakában még egy jó csapadékot elbírt volna a megyének a déli része, de az többségében megkapták ezeket a csapadékokat, és a szem szépen kifejlődött. Utána jött egy aszályos időszak, ami pedig annak kedvezett, hogy a nedvességtartalom az átlagostól alacsonyabb, így kevés szárítási költség merül fel. A termés átlagok, ha a megyét összességében nézzük, akkor alig marad el a tavalyi csúcstermésről, elmondhassuk, hogy a közepestől egy magasabb átlagtermés várható. Ez megyei átlagban 78 mázsát jelent hektáronként. Persze a térségben is vannak eltérések a termés mennyiségét illetően. A déli, kevesebb csapadékot kapott területeken így például a termés átlag alacsonyabb. A betakarított kukoricát kis mennyiségben az állattartásokban használják fel takarmányként, legnagyobb része a felvásárlókhoz kerül. A gazdáknak idén kedvezően alakul a felvásárlási ár, akár 4300-4500 forintért is értékesíthetik mázsáját a kultúrnövénynek. A napraforgó betakarítás is befejeződött, itt is országosan csökkenés tapasztalható a termésmennyiségben a nyári asszály miatt. A megyében sem kimagasló a napraforgó termés, azonban így is elégedettek lehetnek a gazdák. A 3 tonnán felül van a megyei átlag, ami én úgy gondolom, hogy ha megyére vetítsük, itt azért előszokott fordulnak 2,5 és a 2,8 is, akkor nem panaszkodhatunk, fölötte vagyunk most is. A tavalyit azt nem érjük el, az 3,2 tonnán is felül volt, de most a 3,1-hez közeli megyei átlaggal elégedettek vagyunk. A mennyiség mellett a minőséggel sincs probléma, az is megfelelő idén a napraforgó esetében. Az ország nagy részében csökkentek a felvásárlási árak tavalyhoz képest, Rácz Imre tájékoztatása szerint azonban a megyében ez a tendencia nem tapasztalható.